Szervusztok! Arra gondoltunk, hogy három nagyon egyforma babakocsit összehasonlítunk itt Attival, mert nagyon ritka az, amikor egy cég tulajdonképpen hasonló tulajdonságú babakocsikat gyárt, de mégis különbözők. Más cégnél, más gyártónál tapasztaltál hasonlót, hogy nagyon egyforma Nem babakocsi? jellemző, nem jellemző, hanem amit mondtál, ott különböző modelleket gyártanak, itt pedig három nagyon hasonló modellt látunk, mégis mind a háromnak különböző szerethető tulajdonságai vannak. Az van, hogy ugye, akik bejönnek a boltba, nagyon gyakran tesznek fel kérdéseket, kinézték nagyjából a webáruházba, vagy láttak különböző videókat, de mégis összehasonlítva, mert ez még nem láttunk ilyet, mi se csináltunk még ilyet, hogy egy kamera előtt összehasonlítjuk a három babakocsit. Mutasd be, légy szia, a három járgányt, Három, kik ők? igen, ami a Janónál van, az a Cam Curvy névre hallgat, ő a Cam Compass, ez pedig a Cam Kubo. Mind a három kocsinak különböző nagyon jó tulajdonságai vannak. A Cam Curvy, ő a legkönnyebb, a Cam Kubo, ami itt van, ő a legkisebb, és a Cam Compass a kettő között, ő pedig súlyra is és méretre is a kettő között van. Ki a célcsoport? Mert ugye mi is, amikor kiállításon láttam először ezt a triót, és a francnak három nagyon hasonló babakocsi foglalja helyet a boltban, az ára azért eléggé különbözik, és akkor elkezdtük boncolgatni. Aztán kiderült, hogy amikor a vásárlók keresik, akkor milyen jó betaláltak itt a különböző célcsoportokba, hogy például a Curvy az kinek a kedvence. Akik szeretik egy kézzel összecsukni Ez a babakocsit, ők nagyon-nagyon szeretik a Curvyt, mert egy kézzel össze tudjuk hajtani. Például, hogyha az ölünkben van a gyermek, akkor a Curvyt azt egy mozdulattal egy kézzel körülbelül 2 másodperc alatt lehet összehajtani. Súlyban, ki a nyerő? A Curvy. Szintén a Curvy. Tehát ha valaki egy olyan babakocsit szeretne, ami egy kézzel összecsukható és könnyű az önsúlya, így van. Akkor elsősorban ő neki ajánljuk egy teljesen hétköznapi használatra. De ha ezt tudja ezt, akkor a kompassz. A kompassz nagyon jól lehet nyáriasítani. Nagy kupolatetővel rendelkezik. Őt is össze lehet csukni szintén egyébként egy kézzel. Ő már méretre kisebb, tehát kisebb helyet foglal, mint például a Curvy, és ugye van benne egy bőrönt funkció, amit majd fogtok nem sokára látni, hogy egy kézzel tudjuk magunk után húzni, tehát itt is, hogyha például ölbe van a gyerkőc, mert valamiért kikívánkozik a babakocsiból, akkor nem kell cipelgetnünk, ha egy sét a közepén vagyunk, ha nem tudjuk magunk után húzni kis bőröntként a kompaszt. Tehát, aki szeretne egy nagyon jól átszellőzős babakocsit, óriási fekvőfelülettel, így ugye ő a fekvőfelületben a nagyon nyerő, beépített lábzsák és kocsizsák, tehát amikor becsomagoljuk az egészet, ezt is fogjuk látni mindjárt, és egy jó tolhatóság, tehát egy magas úriember is, mondjuk, vagy egy magas hölgy is rendkívül jól tudja tolni. Igen. Akkor van két nagyon jó babakocsink, akkor a Kubo. Kinek a babakocsija? Jellemzően a Kubot azok a szülők szokták vásárolni, akik például repülőre nagyon közkedvelt és szokták vinni, mert a Kubo a legkisebb. Nagyon picikére lehet összehajtani, illetve nagyon csomagtartó barát. Tehát kis autós csomagtartó és sok repülés. Ugye vára lehet akasztani, és így befér a repülő ülés alá. Tehát föl lehet vinni őt a utas térbe. És ugye viszonylag sokat repülök, főleg itt ilyen céges dolgok miatt, és én azt látom, azt a kínlódást, amikor anyukák kézbe kell vinni egészen a repülőig. Van, ahol legutóbb is 22 percet sétáltam egy terminálig, mire odaértem a checkponttól, és azt azért kézbe vinni a gyereket, meg még húzni a kis bőröndöt, ott azért nagyon jó, hogy el tudjuk gurítani a babakocsiba, és akkor a repülőgép ajtajába összecsukjuk, és tök, betesszük a saját ülésünk alá. Ugyanez kifelé is, hogyha most egy picit még ugye bonyolultabb is a helyzet, különböző vizsgálatok lehetnek különböző repülőtereken, majd ha megindul az élet a nyaralásnál, azért én számítok arra, hogy egy picit nehezebben lehet majd átjutni a különböző ellenőrzési pontokon.
Tehát három jó babakocsi, a kerék mindig kérdés a kerék az anyukáknál. Hát talán a Kompassnak van a legnagyobb kereke itt a babakocsik között, illetve a Kompassnak fémcsapágyas kerekei vannak elül is és hátul is, ami ritka a sportkocsiknál, ugye ez inkább a multikocsikra, a nagyméretű babakocsikra jellemző, tehát hogy azért ez egy nagyon tartós, hogy egy fémcsapágyas szerkezettel van ellátva. Amire még föl vannak készítve ezek a járgányok, amit nagyon kevesen tudnak, hogy homokba tolni, ugye semmi babakocsit nem jó igazán, de a homok a legnagyobb kerékgyilkos. Tehát úgy vannak kitalálva ezek a babakocsi kerekekkel, hogy kifoljon belőle a homok, hogyha ha belekerült és nem kezdi el darálni a bolygóművet, ami megint csak azt gondolom, hogy itt tök jó találmány. Hát nyilván Olaszországban erre nagy szükség volt, és ezért is találták ki. Színek, itt most inkább föld színeket hoztunk. Vannak-e még színek? Mindegyik 4 és 6 szín kombináció közül tudunk válogatni, úgyhogy mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelőt, és valóban Janu, jó, hogy kitértél, mert ez is fontos dolog. Amit még tapasztaltunk, mert ugye ebben a kategóriában ők már 3 évvel ezelőtt is már bekerültek, van tapasztalat a járgányokkal. A sportkocsiknál óriási számban van a meghibásodás általában. Ugye mindenki nagyon könnyű babakocsit akar egy nehéz gyerekre, extrém körülményekre, nyúzó próbára. Tehát akkor toljátok sokat a babakocsit, nagyon nehezen megpakolva, amikor egyre könnyebb babakocsit szeretnénk. Mi a tapasztalat ezekkel? Hát meghibásodás szempontjából zseniális, mert nem szokták őket visszahozni, tehát nagyon-nagyon jól bírják ezeket a dolgokat, amire valóban ők ki vannak találva. Nem a legolcsóbb sportbabakocsik, viszont tényleg nagyon-nagyon jó minőség ez a tapasztalatom. Én úgy gondolom, hogyha eddig gond volt nektek, hogy tudjatok választani ezek közül a babakocsik közül, akkor talán tudtunk segíteni ezzel a kis videóval, hogy melyik babakocsi, mire való. Még egy gyors összefoglaló akkor. Legkönnyebb? Hétköznapi használatra. Ez a legkisebb. A Kubo. Nagyutazóknak. Nagyutazóknak, a Kompass pedig egy multifunkciós kis bőröndé alakítható és nagyon jól nyáriasítható babakocsi. Szuper felszereltséggel, igaz? Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, igyekszünk legközelebb is hasznos tanácsokkal szolgálni nektek, szívvel és szakértelmel. Köszi, Ati, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Sziasztok! Sziasztok.